A strand munkatársai rögtön a keresésére indultak, értesítették a rendőrséget, a katasztrófavédelmet, valamint a mentőszolgálatot. Vasárnap délután olyan 16 óra magasságában merült el egy 35 év körüli ukrán fiatalember. Kollégáim annyit tudtak elmondani, hogy hirtelen merült el, egy arra úszó matracba próbált megkapaszkodni, de kicsúszott a kezéből, és akkor már elmerült. Amint értesültek róla a kollégáim, rögtön a keresésére indultak, értesítették a rendőrséget, a katasztrófavédelmet, valamint a mentőszolgálatot. Az aznapi keresés nem járt sikerrel, majd másnap délután találták meg a búvárok segítségével itt a Tiszaparton. Az aznapi keresés nem járt sikerrel, majd másnap délután találták meg a búvárok segítségével a Tiszaparton. Az elmerüléseitől nagyjából 2-3 méterre találták meg. Szerencsére nem jellemző a strandon, hogy a fürdőzők ne tartanák be a szabályokat. Igen, a szabad vizekben elsősorban a gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett fürödhetnek. Ez azért nagyon fontos, mert nagyon körültekintően kell a szabad vizeken fürdőzni. Tehát a vízmélység hirtelen változik, a sodrás, ennek a sebessége hirtelen változik, úgyhogy akár egy bójánál is, egy lépés tovább megyünk a bójánál, akkor már azonnal elmerülhet akár a felnőtt ember is, illetve a gyermek is. Vigyázni kell arra, hogy ne felhevült testtel menjünk a vízbe, mert fennáll annak a kockázata, hogy rosszul leszünk a vízbe, tehát fokozatosan kell hozzászokatni a szervezetet a hidegebb közeghez, illetve ne alkoholtól befolyásolt állapotba, vagy ne jól lakott állapotban menjünk bele a vízbe.